Sziasztok, ez itt újra Sziasztok. Az meg, ez az ominózus elkésett epizód. Igyekszünk, hogy ne legyen ilyen többet. Tudjátok, hogy a Rainbow Six Sivennél is még hajnalban is vágtam, hogy vasárnap legyen videó. Szóval, most ez így megcsúszott, de most ezt nézd meg, kedvem. Ezt nézd, kedv. Jól van, srácok, nagyon fontos, a mai filmünk az Austin Powers, Powers. Mert az a baj, még látszólag, azért Powers. Austin de Powers. Az Austin Powers 97-es első epizódja volt a mai filmánk, reméljük, hogy tetszett a film. Reméljük. Úgyhogy dolgozzuk fel most ezt a témát, és azt, hogy mi baja van Mike Myersnek. Szóval, a film. A film. Na most, a történet, én legalábbis érzésem szerint abszolút egy ilyen James Bond paródia akar lenni. Az. Meg valami mik. Igen. Valami megnevezhetetlen szar. Hát, ja, nem sok ilyen film van. Ez is egy paródia film egyébként. Igen. Ha már így a paródiákat nézegettük, de ez egy ilyen nagyon kretén. Ez igen, nagyon-nagyon kretén. Nagyon kretén. Borzasztó szexista ilyen. Meg minden az égvilágban igazából. Az a baj, kicsit olyan érzésem van, amikor kezdődik a film és elkezdődik az a vergődés, mikor ott a London Bobby is táncol, meg mindenki táncol, meg üldözik Austin Powers-t ugye a 70-es években, az olyan, mint egy Benny Hill show. Hát, vagy inkább olyan, mint egy zenének a klipje. Egy szar. Mint egy klipet láttam. Hát igen, nem tudom, de rohadtul gáz. Nem tudom, nekem azok, ezek a részek nem tetszettek, és pont említetted, hogy neked az átvezetők mennyire bejöttek. Én ott martam magam. Hogy mi ez? Miért kell ezt látni? Hát azok az átvezetők, srácok, tudjátok, vannak az átvezetők az egészben. Szerintem, hogy 4 vagy 5 ilyen van. Igen. Amikor így... bejön az a pim, pim, pirim, pim, és akkor így nyomják a izét. Ilyen zenekarban, és Austin Powers meg ott vergődik. Igen, az egészben ez a legviccesebb, hogy ő ilyen ultra-hiper titkos ügynök, és a 70-es években mindenki tudja ki ő. Így van, és gyakorlatilag ugye a 70-es években is ugye ezt az angol hippi vonalat üldözik, hogy mindenki lehet vonzó, mindenki lehet sikeres, attól függetlenül, hogy hogy néz ki, és mindenki szabadon mindenhol azt csinál, amit akar. Így van, nem számít, hogy milyen foga van az embernek. Igen, tehát Austin Powers egy alacsony, csúnya, csúnyafogú, kibaszott szőrös törpe, aki minden nőt megdug. Gond nélkül, igen. És a férfiak is ellenállhatatlannák tartják. Ez az alapvetése a történetnek. A sztori pedig az, hogy létezik egy nagyon-nagyon gonosz bűnöző, Dr. Genya, vagy Dr. Eva, Dr. Genya. Dr. Genya. Akit egyébként szintén Myers alakít. Igen, Mike Myers alakít. Igen, én egyébként egy pillanat, hogy ez itt leragadom, én ezzel teljesen beszartam. Tehát amikor először néztem ezt a filmet nagyon régen, nekem nem esett le először valahogy. Én nem tudom, hogy honnan tudtam. Lehet, hogy mondta valaki előre. De nem esett le először, hogy az ő. És aztán így basszus, ez ő. Sőt, és a következő részben már még több karaktert alakít. Igen. De nagyon durva. Igen, ja. Szóval innen is látszik, hogy az igazi kretén vígjáték, amikor egyszer is játszik több ember, ott már mindig ott van. Igen. Szóval a történet az, hogy van egy nagyon-nagyon gonosz nevű. És van Austin Powers, a ő felsége titkos ügynöke. Igen. Legrejtélyesebb embere, vagy mi a tököm. És az a lényeg, hogy ő üldözi Dr. Genyát. Dr. Genya ki akar baszni Austin Powers-el. Ilyen grandiózus terrorcselekményekre hivatott a csámú. És hát igazából egy olyan csapdába ejti Austint, hogy lefagyasztja magát, és kilövi magát egy Big Boy Burger figurával az űrbe. Igen. Mert hogy az egyetlen helyre megy, ahol Austin Powers nem tudja követni, a jövőbe. A jövőbe megy, igen. És ugye 30 év után olvasztják ki, vagyis tér vissza a földre, a Big Boy figura. Igen, és ott nézik a radaron, hogy nézd már mi ezt, de az a durva, hogy felhívja a radaros csávó a csávót, a ezredes tábornokot, hogy uram, én nem tudom mi van, de hogy egy ilyen játékfigura jön a izébe, és nem az, hogy mi, hanem úristen, visszajött, tehát mi azonnal vágja mindenki. De mindenki tudta, hogy ő ott lehibernálta magát, igen. Így van. Na most ugye nyilvánvalóan azonnal kiolvasztják Austin Powers-t, akinek itt tudjuk meg, hogy őt is lefagyasztották, arra az eset a Dr. Genya visszatér. Hoppá, pusztító. Harmadik szakasz. Újraélesztés folyamatban. Párhuzam, rögtön megvan, srácok. Atomdurvával? Igen. Úgyhogy ennyi a történet, hogy most a jelenben akarja elkapni Austin. Amúgy tényleg ennyi. Dr. Genya nagyon gonosz, és meg kell állítani. Ennyi a sztori. Tehát nincs semmi extra benne. De én miért utálom ennyire ezt a filmet, Jani? Én nem tudom, pedig benne van Kanul.
pedig nem jó. Na ugye, benne van kanú, meg szurópróba. Szurópróba volt koheai pankátó, genyagsági titkáv. Igen, és kanú meg nem lesz szőre, amiben állás után. Na mindegy, ott kifingat egyébként mindenkit, mert ugye tudni kell, hogy az asztal, ahol tárgyalnak, ott egy-egy gomnyomással igazából hát én azon meg lehet ölni az én azon meghaltam, amikor visszatér és mindenki megöl. Igen. Amúgy azt már tudni lehet, hogy ugye Mustafa, ő Will Ferrell. Igen. Innen tudom, hogy rossz a film. Ahol ő megjelenik, az csá. Jó, igen. Na, amíg az nem volt sok szerepe. Az vicces volt, mikor ott ledobt, azt nem igen, halt meg. Az nagyon vicces. Mentek. Na mindegy, itt leküldte a csávót. Szerintem, tehát nekem az a véleménye egyébként, hogy Mike Myers ugye két szerepet alakít. Én megmondom őszintén, hogy a filmben nekem a legnagyobb problémám az, de én ezt mondtam nektek az előző epizódban, hogy nem szeretem ezt a filmet, az maga Austin Powers. Én a falra mászol karaktertől. A Dr. Genny a karakter tetszik. Az nagyon jó. Azt ha az nem lenne, akkor tényleg nagyon szar. Igen, az nagyon kéne. Austin Powers maga nem nagyon tetszik. Ott van az a végtelenül jó csaj vele, ugye, aki a lánya az előző partnerének. Igen. Akivel a 70-es években igen, nyomta. Igen. És ezzel együtt gyakorlatilag a film legvégéig az a női kettős, akiket még nem dugott meg. Ja. Mert az anyját se... Nem derült ki, hogy nem dugta meg az anyját. Hát az anyja azt mondta, hogy nem, mert férje volt. Hát, de mégis gratulált neki, hogy ellenállt. Igen, tudom. Szóval kétes. Szerintem amúgy összejött az neki. Engem van egy érzés. Beszéljünk szerintem a poénokról a filmben, jó. Azokról a poénokról, amiket te viccesnek gondoltál, mert a történetről nem tudunk. Nekem vannak olyan dolgok, amiket nagyon röhögtem ebbe a filmbe, de csak nagyon kevés. Mert a többi az nekem túlságosan öröltetett. Hát mondom, azt mindenképpen is kiemelném, hogy amikor nem hal meg a csávó, Mustafa, azon, tehát én azon visítve röhögtem, meg én nekem nagyon vicces volt, hogy kiolvasztották és fél óráig ugyozott. Igen, igen. Az ürítésben? Az ürítésbe? Ürítésbe. Be. Be. Ürítésbe. Az ürítésbe? És itt is volt ilyen hang, tényleg. Igen. Az akarod is mondani. Az ürítésbe. Az ürítésbe, és nem, igen. És nem, meg ugye hát a svéd. Az igen, ez az egyik poén, amin én nagyon röhögtem, a svéd gyártmányi péniszpumpa, és az ugye az egész jelenet, ami ott van, az óriási. Pláne, hogy igazából semmi értelme nincsen az egésznek, mert ugye gyakorlatilag nincsen szüksége Austin Powersnek péniszpumpára elméletileg. De reklámozott egyet. Reklámozott egy svéd gyártmányú péniszpumpát, illetőleg ugye végül azért csak lett haszna, mert szúrópróbát úgy sikerült leszerelni, hogy felfújták neki. Megszivatták neki ott. Meg. Nem az a jelenet zseniális, tényleg, ahogy végigmegy, ahogy először mondja, hogy ez nem az ennyi, aztán megtalálják a garancia levelét. A számlát. A használatosítás. És aztán a könyvet. Igen, amit írt amit róla. Ő írt. Egy svéd gyártmányú pénisz nagyobbító pompa. Ez nem az enyém. Egy hitelkártya bizonylat a svéd gyártmányú pénisz nagyobbítóról, Austin Powers aláírásával. Már mondtam, bébé, ez nem az enyém. Egy garancia levél a svéd gyártmányú pénisz nagyobbító pumpához kitöltötte Austin Powers. Azt sem tudom, mi ez. Nem is az én stílusom, bébé. Egy könyv. A svéd gyártmányú pénisz nagyobbító pumpa, és én, ez az én stílusom, bébé. Fantasztikus. Ez fantasztikus jelenet volt, igen. Hát amúgy szerintem, ahogyha visszagondolunk, szerintem az összes Dr. Genyás élet nagyon vicces. Baromi vicces. Főleg én nem értem ezt, hogy neki ugye most van egy fia. Scott. Scott, akit utál, mint a szart. És akkor így azért, ott a Dr. Genyának az nagyon jó volt, mikor meglátja, tudod, és akkor mondja, hogy öööö, ez a fáj. És így, gyere meg. Kizárt. Nem fogok oda menni. Gyerünk. Felejtsd el. Gyere már ide. Mi csinálsz? Meg amikor nyomja ezt a táncot, de látja, hogy szomorú Scott. Igen. És majd nyomjál a következő részbe a minimivel. Igen. Nagyon durva. Meg... Ez az a jelenet Dr. Genyában, amikor nyomja ez a gyerek, meg utána... Ezt akartam, hogy ez a szétszivacsa. Az kurva, nagyon bejönne, ha kussolná. Scott, te ezt nem értetted meg, ugye? Ugye? De igen, csak... De... Én csak... Azt akartam, azt, hogy én csak azt... Kap. Ki az? Nézd! Hadd meséljek egy kus nevű emberhős.
az vicces egy rész. Az vicces egy rész egyébként. Meg ugye az, hogy neki is ugye mind a két karakternél megvan az a komikum, hogy nem nagyon tudják, hogy melyik korszakba kerültek, és akkor a Tolstin is szomorú, mert mindenki kiröhögi, hogy hogy néz ki, meg mit tudom én, meg Dr. Genyáti szivatják, ugye ennyi odolás itt. Az a jelenet is zseniális szerintem. Igen, az vicces. És kérni fogunk $1 millió. És utána pedig és akkor mondják neki, hogy ez kurva kevés. Az egyáltalán nem sok pénz. Igen. Na mindegy is, úgyhogy mondom. Meg van a családterápiás jelenet, szerintem az is elég jó. De jó, annyira nem, de na mindegy. Nem mondom, szerintem az összes dolgokat kenyom. De srácok, ezt magyarázzatok meg. Tehát a családterápiás jelenetnél a családterapeuta, az Carrie Fisher. Tehát Leia hercegnő. A legjobb barátja rendezte a filmet? Nem vagy tudom. Mi a faszt keresett ott? Nem tudom, de most tényleg, egy olyan szerepben, hogy így elképzelitek Carrie Fishert az általa nagyon utált filmbikiniben, és a világ egyik legdurvább science fiction eposzában, meg ebbe a szarba, mint család... Hogy kerültek oda? És Christian Slaterből hogy lett egy portás, akit elküldenek narancsfagyért? Igen. Mi a fasz van ebben a filmben? Nem tudom, de sokan játszanak benne. De miért? Na mindegy, nem értem ezeket a vendégszerepeket. Szerintem eladták még a filmet valahogy. Hát, hogy ez valami kurva egy hit lesz. Amúgy elvileg az lett. Jó, amúgy de, amúgy igen, az lett. Az lett, igen, igen. Meg itt is mindig az van, ugye, hogy valami iszonyat csaj van Austin mellett. Igen. Ugye a következő filmekben ott Beyoncé-nek Heather Graham van, tehát azért odafigyeltek mindig rá, hogy Austin az... Oh, baby. Na, ezt akartam mondani, hogy Austin nagyon érdekes a karaktere, mert igazság szerint őt nem lehet kihozni ebből semmivel. Nem. Tehát hiába gyakorlatilag már ő is belátja, hogy tök hülye, gyakorlatilag tovább. Ó, oh, igen. Tehát amikor már ilyen hülyes, nem is válaszol a kérdésekre, hogy igen, baby. Ezt a cuccot... Teljesen megőrült. Nem az lehet. A vergődés, amit ott lever, amikor kiderül, hogy megtartották a repülőjét. Jó. Ami ugye egy gigantikus... Ott az ágy valami forog? Aha. Az kész. Igaz? Mennyire indultál be, baby? Az kész. Nekem két jelenet van, különösen a svéd péniszpumpán kívül, ami nagyon rögtem. Mindkét jelenet kapcsolódik erősen hozzám, és ezen nem is kell csodálkozni, mert csak én vagyok ilyen paraszt. Az egyik az, amikor faginában ülnek a pezsgőfürdőbe, és befingik a vízbe. Teljesen ellazultam. Hogy mer előttem szellenteni? Sajnálom, bébi, nem tudtam, hogy most maga jön. Bocsánat, hogy fingottam, tegnap babot kajoltam, kinyomta a bűzözönt, visszabújt és elköszönt. Ott miért kezdi el? Tehát miért nyomja tovább? Tehát gondolj bele, férfiként ülsz egy kádban egy olyan nővel, mint Miss Fagina, és befingasz a kádba. A csaj megmondja, hogy tudod, szóval ilyen is lazán lekezelni. Nem? Nem. Egy fél percig még oda kell kontrázni a fingós versrel, meg minden, nehogy ő miért fingott bele a vízbe. Igen. A másik ilyen, amikor elveszti a fejét. Az őr. Hát én azon beszartam. Amikor ott tudod, kiszabadulnak. Igen. És ugye levágja a fejét. És hogy nem, megeszi a fejét a mutás halag, a mutás pirányák. Nem pirányá, nem. Pisztrángok. Pisztrángok vagy sülők. Valamik. Nem baj, sügér. Sügér. Megeszik az őrnek a fejét, és így... De az már a második. Fejét. Mert ugye a csávó, akin átmennek az úthengerrel ott is, az is így párhuzom, hogy egyszer csak a film így elkezdi mutatni, hogy a való életben, hogy sajnáld a karaktert, hogy szegény meghalt. És mint a felesége a csávónak, aki látni az úthenger, meg ennek a fejetlen csávónak a haver is tudják, hogy bérjogos Dr. Genyánál. De hát ízés, hogy szegény meghalt, szegény így ukra. Mik azok a jelenetek? Azokat én se értettem egész pontosan, amikor a haverjai várják azt az őrt, igen, hogy bulizzanak, és így közdik. És viccelődik ott, hogy biztos meghalt. Igen. Tudod, és így tudod, fejják, és tényleg meghalt. Azokat én se értettem, azokat nem értem. De az vicces volt. De meg érted, mikor odavágnak először, mikor... Na jó, azon röhögtem nagyon, amikor a csaj... Tehát az a baj, ez az erőltetett humornak ez a lényeg, a srácok. Mikor az úthengerrel akarnak átmerőt, és meg olyan rohadt messze áll. És ordít. De a csávú olyan szinten ordít, hogy tudod, nem ilyen gagyi. Nem. Hanem mint aki most fog megdögleni. Vigyázz, Austin! Nooo! És így ültem így, aztán másodjára még jobban üvölt, mint az állat. Félre! Nooo! Félre!
És ültem így, hogy... Úristen. És mikor harmadjára, amikor már majdnem előtti az útenger, akkor még jobban üvölt, még közelebbről. Akkor már is vörtem. Hogy az elviszem el, hogy valami ilyen. És utána rávágnak a feleségére, akit felhívnak, hogy elütötte az útenger a férjét. Utána oda hívja a nevelt fiát a csávónak, aki elmondja, hogy ő az új apukája, és milyen szomorú, és semmi vicc nincs benne. Nincs, nincs. Az nagyon gáz. De maga az úthengeres elütés, az kész. Meg ugye, most eszembe jutott, basszus, az a megfordulás a folyosón. Igen, az se rossz. Az se rossz, igen. Az utolsó poén, ami nagyon rögtem, mondom, az egyik fingós poén, a másik meg természetesen szarós poén, mert ezen tudok rögni, amikor a kaszinóba bemegy a budiba, és tudod így beül kulázni a cowboy mellé. Igen. És akkor tudod, közben elkezdi folytogatni a csávó, és akkor tudod, azt hiszi a másik fickó, hogy valami iszonyat kulázik, és próbál gyakorlatilag, mint egy ilyen tanácsadó ott már segíteni, igen, hogy gyerünk öreg, hallod, ne nyomd ilyen túl erősen, mert a végén még aranyered lesz meg minden, na ott már nagyon rögtem, és akkor jön az a rész, amikor végem volt teljesen. Mikor ugye nyomja a fejét a budipa már a csávónak, és így üvöltözi Austin, hogy kinek dolgozik második? Kinek dolgozik igen. Második? És mellett a csávó, ez az! Megmutasd meg neki! Annak, hogy ki a főnök! Ki az, akinek második dolgozik? Jól van, megmutattad a szarnak, ki a főnök! Az nagyon jó volt, igen. Nem tudom, az volt az egyetlen rész, amit úgy igazán röhögtem. Mert amúgy mondom, én nekem nem, még mindig nem. Túl van. Nagyon, tényleg Austin karakter nagyon túl van tolva, ez tény. Iszonyatosan túl van tolva. És a következő részében még talán még durvább. Igen, még durvább. Hát amúgy még durvább, igen. De mondom, lehet rajta röhögni. Vannak jó pillanatai filmnek szerintem. Vannak. Szóval a csaj Elizabeth Hurley szintén ugye egy ilyen, ő a jó nő a filmben, aki minden szinten ellenáll gyakorlatilag Austinnak. Egész eddig, amíg nem kezdenek el inni, és... Mi az a játék? Tudod, amikor törgetik a... Twister. Twisterezni, igen. Utána már Austin állítja meg őt. What? Na mindegy. Hát igen, mert ő becsületes. Be, nagyon. Részegen cheat. Igen. Elmondja, részeg cheat. És ugye a helyzet az, hogy azutáni reggelen van egy jelenetsor, meg a film végén van egy jelenetsor. Az egyikben Austin, a másikban a csaj van benne, ami gyakorlatilag arról szól, hogy mindkét esetben az egyikben Austin, a másikban ugye az Elizabeth Hurley által alakított Shunen telefonál, és a háttérben a másik teljesen pucéron úgy tevékenykedik a szobában, hogy ki van takarva mindenük. Egyszer ezt, aki megrendezte, zseniális volt. Jó, de nem válaszoltál a kérdésemre. Tudom. Legyen elég annyi, hogy... Austin volt a legjobb és leggondosabb barátom. Mindig szeretni fogom. Beszélni? De komolyan? Igen. Hát mennyire durva volt. És annál jelentnél látszik, amikor Austin pucér, hogy egyébként a szőr, ami a testén van, egy fasz. Igen. Egy fasz alakú szőr van meg, a testén. Igen, ez az egyik, a másik maga, az egy van egy olyan jelent, amikor a csaj úgy fogja a telefont, hogy közben egy nagy időt így forgatgat. Na hát ott látszanak dolgok. Igen, hát azért nem is figyel. Hát pont a pöcsét takarja ki a nagyítól, és néha így elfordítja. És így fejjel lefele ott van. Hát igen. Na mindegy, érdekes egy valami. Vannak benne érdekes, hogy nekem meg azt tetszett, hogy mit? Luffy-t fúj fel? Igen. Persze. Igen, Basil, szép polc. De ki küldhette vajon ezt a rajzot? Ez bizarr. Nos, mint tudják, Dr. Genya... Hihetetlenül szép voltál. Hihetetlenül szexi. Akkor is ott tudtam, hogy az enyém lesz. Az van igen, az van a második jelenetben, a végén. Az első jelenetben meg ugye a kolbász van. Mindegy, aki azt megcsinálta, szerintem az durva. És ez nagyon durva lehetett így felvenni. Az biztos. Az biztos. Biztos, hogy nem egy tékre vették fel. Nem tudom, de én nem nevettem rajta. Tetszett nekem, és nem tudtam nevetni rajta. Hát mondjuk azért a kolbászommal, hogy már ott rögtem. Az a baj, Max kínom, nem tudom, az a baj, lehet, hogy ez a humor, ez nem működik nálam, érted? Lehet.
De mondom, az a problémám vele, hogy ötletes sok helyen a film, érted, de így annyira sok az a karakter, neki az az Austin Powers, nem igaz. Amúgy te... De mondom, de ez ilyen személyes dolog. De amúgy pont ez egy vicces. Tehát, hogyha nem lenne ilyen sok, akkor meg nem... Ez igaz. Nem működne. De tudod, az van, hogy szerintem, tehát az én érzésem szerint máshogyan sok. Mert a csupasz pisztolyban ezen is sok. Frank Drebin nagyon sok. Túl sok. De máshogy. Máshogy. De mondom, ugyanúgy van, aki azt nem bírja, és ezt igen. Igen, szóval, igen, teljesen másik karakter. Ez egy másik fajta dolog, igen. Ja. Igen. A sztoriban egyébként nem kell túlságosan messzire menni, srácok, mert képzeljétek el, hogy végül Dr. Genya elmenekül. És megint lehibernálja magát. Igen. És Herr Frau fenntartja a gonosz szervezetet. Így van. Mivel, hogy másodiknak. Annyi. Hát megnyomták a gombot, és igen. Igen. Akinek egyébként a szemkötőjében van ilyen röntgenlátás, hogyha valaki nem tudta volna esetleg. Igen. Van. Hogy van. Judult is. Judult. De miért? Nem tudom, az nagyon béna a judult is. És még a fogkrémre is olyat nyom. És oda megy az arcára. Abban pillanatban oda megy. Rögtön. Utána még a csaj is csinálja. Úgy szerik azt az őr, tényleg. Igen. Megetik a fej. A mutáns sügérek. Igen, durva a film, srácok. Én azt mondom nektek, hogy akinek tetszett az első, ez valamilyen szinten mindenképpen nézzétek meg a többi részt is. Ha bejött nektek ez a humor, azok is nagyon fognak tetszeni. Mert komolyan mondom, azok elképesztő fasságok. Még nagyobb fasságok, mint ez. Főleg a Dagi Dögös rész. Ez már most a harmadik rész az talán. Azt hiszem, a harmadik van a Dagi Dögös. Az elég undorító amúgy. Na mindegy, most így beugrott. De akinek tetszett, nézzétek meg. Aláírom egyébként, ez egy nagyon túltolt humor. De biztos vagyok benne, hogy van olyan köztetek is, akinek ez átmegy. Jani, amikor vége a filmnek. Igen. Miért mutatják, ahogy Mike Myers, Elizabeth Hurley, tehát nem Austin Powers, Miss Kennedy-t ki a faszt, hanem Mike Myers, Elizabeth Hurley-t fényképezi. Tudom. Mindenféle ruhába. Nem tudom, hogy miért mutatják. Amíg fut a végén a cast, végig a legkülönfélebb ruhákban, a leghülyebb pozíciókban fotózza. Ja. De miért? Nem tudom. Te arra hívjál pucér srácokat, hogy nyomják szendvicsbe, meg minden. Igen, igen, ezt tudom. És fényképez, hogy igen, baby, ez az. És így... Hát ennyi. De mi az? Nem tudom, hogy ezt hogy kitalálta ki a végére. Tényleg jó kérdés. Olyan érzésem volt az egész filmben, mint hogyha valaki megetetett volna velem valami, nem tudom, egy fél csomag holland gombát, és aztán bevitt volna Andy Warholhoz, hogy nézzem meg, mit csinál délutánonként. Amúgy kicsit olyan. Érted? Kicsit drogos amúgy a film. Én nem tudom elképzelni, hogy ez hogy jött össze. Ki a faszom talál ki olyat, hogy csinálnak öt android nőt, akik a csücsükből lőnek? Az is vicces. Nem tudom ezt, hogy hogy találják. És aztán Austin Powers egy kisgatyába táncol nekik, amit felrobban a fejük. Mert nem bírják. Egyszerűen. Elbúrálja van. Elbúrultam őket. Ez nem az, aminek látszik. Mindegy, én nem térem magamhoz ettől a filmtől, srácok. Igyekeztünk az elmúlt hetekben a fasságot teljes mértékig túltolni. Hát szerintem túltoltuk. Hogy essünk túl ezen az időszakán is egyébként a 80-as, 90-es éveknek. Hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy nagyjából majdnem túlestünk már rajta. Meg volt a Leslie Nielsen-féle humor, hülyeség, meg volt a még túltoltabb, parodikus, nagydurranás-szerű hülyeség, meg volt ez, és igazából a maradék az a modern francia vígjáték. Igen. Mivel hogy ugye a klasszikus az nagyszerű volt. Ja, ja. A modern klasszikus, vagy a modern francia vígjáték, a jöttünk, látunk, visszamennénk szerepében. Lesz a következő. Az lesz a következő filmünk, amit majd kintről kell megcsinálnunk nektek, de nem gond. Ami szintén egy újabb, tehát egy francia humor. Igen, ez egy másik fajta humor, ugye Charles Reynaud, tehát ezért komoly színészek vannak, stb. És zsákos. Persze, igen. De most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy az egy egészen másfajta humor, és talán az még egy olyan, ami nem klasszikus vígjáték, hanem ilyen fasság, mint ezek. Igen. Hát lesznek idén még klasszikus vígjáték. Lesznek még, igen. Mindenféleképpen. Tehát ezek nem azok. Ezek minden tekintetben valamilyen szinte spéciek voltak, és még elősen vettük az igazán nagy fasságokat, mert olyan mélyre azért nem megy. Nem. Az majd talán jövőre, vagy ki tudja, ha lesz még addig YouTube. Hát az amerikai vígjátékoknak van egy szintje, ami alá azért nem megyek le. Az igaz. De ez így elég. Igen. Most megjöntek a jók.
Most már úgy, most jó filmek jönnek. Ó, azt hiszem, majd meglátjátok, de a következő filmünk mindenképpen a Jöttünk, láttunk, visszamennénk. Az Austin Powers nagyjából ennyit, igazából szerettük volna, hogy megismerjék azok, akik nem tapasztalták meg ezt abban az időben, csak hogy jöjjön rájuk a rossz baj. Azért, hogy el tudom képzelni, hogy egy mai fiatal, akinek tudod, ez így nincs meg, hogy az mit szól ez. Á, amúgy ez biztos, hogy nem megy át. Ez tuti. Tehát ez a film ez nem működik, szerintem most így 2019-ben már. Ha, bár a fene tudja, tudod, mert hogy 70, hát... Mondjuk voltak olyan ruhák benne, amiket így ma is látsz az utcán, azon rögtön. Igen. De, nem tudom eldönteni, hogy vajon a nagydurranás az, ami kevésbé működik ennek a mai fiatalságnak, vagy ez. Nem tudom eldönteni. Hát ez egy elég speciális. Igen, csak tehát hogy a nagydurranás úgy iszonyat, hogy azért közel érzed. Uh-huh. Meg realisztikus, mármint így, hogy tudod, miről van szó. Igen. Ennek talán annyi előnye van az Austin Powersnek, hogy ilyen nagyon elmondt angol, 60-as évek, hogy így nem ismerik azt a stílus, és ja, nem látják, hogy mennyire gagyi. Az jogos. Igen. Lehet, hogy jobban működik. Ilyen szempontból kortalan. Aha, hogy kortalanabb. Tudod, nem tudom. Ja. Az tény, hogy már egyik se a legjobb, de talán nem tudom, hogy ez vagy az működik. Majd megmondjátok. Mondjátok meg ti amúgy, ja. Majd megmondjátok. És látszok. Jövő héten találkozunk, a Jöttünk, láttunk, visszamennénk el. Még a héten. A héten, bocsánat. Elvileg. Ugye? De. Mert hogy ez az epizód így csúszott, ezért elnézés, de igyekszünk ezeket kizárni. Úgyhogy a héten lesz még egy Ezt nézd meg, szóval sokkal kevesebb időtök van megnézni az időutazó franciákat. Francia középkori... középkort. A Trubadur, damasz! Na, szevasztok, srácok!